szamurájok kedvencéből G.I. Joe kedvence. Japán vadászból amerikai őrzővédő, az amerikai Akita kialakulása. Hogyan lett az Akita amerikai Akita? Van-e különbség az Akita Inu és az amerikai tesó között? Miben hasonlítanak és térnek el egymástól? Ha tetszik neked ez a videó, kérlek iratkozz fel a csatornánkra, neked csak 2 másodperc plusz egy kattintás, nekünk viszont rendkívül sokat jelent. Köszönjük szépen! Ha a Super Premium minőségű tápot vásárolsz a kutyádnak, tedd ezt meg a Dogcast TV webshopjából. Ezzel igen sokban támogatod a későbbi működésünket. Az amerikai Akita története természetesen összefonódott a ma ismert japán Akita Inu történetével. Ezeket a középtermetű kutyákat eredetileg Japán egyik északi tartományában, Akitában használták fekete medvék és más vadállatok vadászatára, területőrzésére és kutya-kutya elleni küzdelemre is. Ezt a típust a 16-17. Századi leírások említették először, és Matagi Akita néven nevezték. Az 1900-as évek elejétől a japán tenyésztők komoly kísérletet tettek az ősi Matagi vonalak helyreállítására és megőrzésére. A fajtát érő komoly viszontagságok ellenére tulajdonképpen ők tekinthetők a ma élő japán Akita Inuk őseinek. Mellettük azonban egy új jelenség is egyre elterjedtebbé vált, és már az első világháború idején kezdődött, amikor az akiták nyugati értelemben vett munkaképességének javítása érdekében az akkori akitákat német juhászkutyákkal kezdték el keresztezni. Ezeket a tenyészvonalakat deva vonalú kutyaként tartották számon, nagyobbak voltak az akitainuknál, ráncosabb pofával, méretesebb fülekkel és számos német juhász jellegzetességgel. A II. Világháború idején a japán kormány arra kötelezte az akita tenyésztőket, hogy számolják fel a kennelgyeiket és a kutyáikat adják le a hadseregnek, ahol, és ez a mai füleknek hihetetlenül hangzik, a szőrükből katonai egyenruhák gallérjai készültek. A leadási kötelezettség alól egyetlen fajta mentesült, a német juhászkutyák, akiket a hadsereg is szolgálati célokra használt. Ezek a brutális intézkedések 2 jellemző hatással jártak. Egyrészt a régi Matagi akiták kis hián kihaltak. A mai Akita Inu rekonstrukciójára alig néhány tucat elrejtett kutyából került sor a háború után. Másrészt a japán tenyésztők kétségbe esetten keresztezték mind nagyobb számban a kutyáikat német juhászokkal az állomány megmentése érdekében, így jelentősen nőtt a deva vonalba tartozó kutyák száma. 1937-ben egy Japánba látogató amerikai hölgy, Helen Keller, vitt haza magával először egy Japánban vásárolt akitát, aki történetesen szintén a deva típushoz tartozott. A világháború után Japánban állomásozó amerikai katonák, akik elsősorban szintén ezekből a vonalakból és a keresztezésekből származó kutyákkal találkoztak, sokan megkedvelték az ilyen típusú egyedeket és tömegével vitték őket haza az új világba. Ahogy a deva típusú Akita egyre népszerűbbé vált az USA-ban, a rajongók és a tenyésztők 1956-ban megalakították az Amerikai Akita Szövetséget, majd 1972-ben az Amerikai Kennel Klub AKC hivatalosan is fajtaként regisztrálta őket. Ezzel egy időben egy sokáig nem rendezett vita robbant ki az AKC és a Japán Akita Fajta Gondozó Egyesület AKIHO között. A japánok ugyanis megkérdőjelezték a deva vonalból származó kutyák akitaságát, hivatkozva a sokszor nyomon követhetetlen keresztezésekre és a két fajta eltérő küllemére. A két fajta gondozó 1992-ig egymás illetékességét sem ismerte el, és a két típus a nemzetközi versenyeken közös ringen belül szerepelt, azonos fajta név alatt. Ennek az áldatlan állapotnak az FCI igyekezett véget vetni 2000-ben, amikor az amerikai változatot nagy japán kutyának nevezte el, és a két fajtát hivatalosan is szétválasztotta egymástól. Kis idő elteltével az FCI elfogadta az amerikai akita elnevezést, és ezt az újonnan elfogadott fajtát végleg elválasztotta a japán akita inutól. Ez a szétválasztás megdöbbentő módon éppen az USA-ban nem történt meg a mai napig. Az AKC az összes akitát egy kalap alatt egyfajtaként kezeli és regisztrálja. Mi a különbség az amerikai és a japán akita, az Akita Inu között? Először is a méret és a küllem.
Az amerikai, akit a mérete és súlya jelentősen nagyobb, a felépítése pedig zömökebbnek tűnő. A japán testvér standardje mind a méretet, mind a súlyt, mind pedig a küllemet nagyon szigorúan kezeli, míg az amerikai változat standardje sokkal megengedőbb. Másrészt a japán Akita Inu őseit elsősorban vadászatra szelektálták, míg a napjainkban amerikainak ismert változatot szolgálati kutyának. Amiben hasonlítanak, mindkét fajta megőrizte ősei harcos vérét, hiszen az ősök kutya-kutya elleni harci kutyaként is szolgálták a gazdáikat. Múltjából adódóan mindkét fajta kiváló őrzővédő ösztönökkel rendelkezik, és meglehetősen gyanakvó idegenekkel szemben. Míg a japán Akita Inu az elmúlt évtizedekben inkább egy még munkaképes társasági kutyává vált, addig az amerikai változat sokkal inkább tekinthető napjainkban is egy terület és személy őrző kutyának, mint társaságinak, aki ugyan képes beilleszkedni egy családi környezetbe, de valódi gazdájának egy személyt fogad el igazán. Speciális karaktere miatt egyik fajta sem ajánlott kezdő kutyások számára. Ez az ajánlás azonban kiemelten igaz az amerikai Akitával kapcsolatban. Mivel az amerikai verzió egy hatalmas erejű és kiemelt küzdőképességű kutyafajta, aki ráadásul az azonos nemű másfajtákkal sem jön ki jól, igazán a múltja miatt. Tartása és megfelelő szocializációja átlagnál nagyobb gyakorlatot igényel a leendő gazda részéről.